A 1,5 milliárd forintos fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán című projekt részeként valósult meg a Debreceni út, Kígyó utcai csomópont forgalomlassító átépítése. Az átadó ünnepségen a megyeszékhely polgármestere kiemelte, voltak olyan fejlesztések, amelyeket az uniós keretből nem finanszírozhattak. 140 millió forintot használtunk fel ebből a 1,5 milliárdból, és 70 milliót hozzá kellett tenni. Azért tartottuk fontosnak például itt a déli oldalon, a Kígyó utcán a kerékpárút megépítését, amit nem támogattak, mert szeretnénk továbbvinni. Ugye elhoztuk a Arany János utcai körforgalomtól a kerékpárutat, és egy másik projektben lesz forrásunk arra, hogy ezt kivigyük a Kálói út végéig a Csárda utcáig, tehát bekapcsoljuk Borbányát is a nyíregyházi kerékpárút hálózatba. A Kígyó utcán így most már biztonságosan lehet kerékpárral és gyalogosan is közlekedni, hiszen a közlekedés biztonsági jegyében a járdát is átépítették. A kivitelező cég más fejlesztéseket is megvalósított. A Kígyó utcán 220 méter hosszan az útburkolat cseréje történt meg. Csatlakozik a korábban megépült Arany János utcai körforgalom keretein belül megépült útszakaszhoz. Továbbá a Kígyó utca, a déli oldalán lévő Virág utca, egy csomópont is átépült. Itt a közlekedés biztonságot javító intézkedés történt, hogy a nagy sugarú ív volt kiépítve, és ezért nagy kanyarodási sebességet tett lehetővé, ami a biztonság szempontjából nem volt kedvező. A munkálatok még szeptemberben kezdődtek, és decemberben be is fejeződtek.